Üdvözlök mindenkit! Ugye címben van egy ilyen szó, hogy áttörés, hát itt kapcsolódnék az előző előadáshoz, tehát hogy itt azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia az elmúlt években nagyon komoly eredmények születtek, ezt nevezhetjük áttörésnek, lehet, hogy csak a szingularitásnak, tehát csak felgyorsultak az események, és ezt látjuk, ezt majd meglátjuk. Az intelligenciáról hát kéne valami definíciót adni, most nem próbálok meg definíciót adni, inkább néhány szubjektív dolgot mondanék. Hát ugye mindenki tudja nagyjából, hogy mi az intelligencia. Ha visszatekintünk így az elmúlt 40 évre, akkor azt látjuk, hogy számítógépekkel kapcsolatos intelligencia szóhasználat jelentés az megváltozott. Tehát mondjuk 40 évvel ezelőtt azt gondolták, hogy ha majd a gépek sakkozni tudnak, az már intelligencia. Aztán megtanultak sakkozni, akkor rájöttünk, hogy ez se intelligencia, akkor majd, hogyha verset írnak, akkor az lesz. Most már ugye tudnak a gépek olyan verseket írni, amit nehéz megkülönböztetni emberek által írt versektől. Tehát mindig egy picit az intelligencia visszavonul, ahogy a gépek egyre több dolgot megoldanak. Itt most két, igazándiból majd ezt kiegészítem, három területét lehet itt szétbontani az emberek. Bocsánat, hogyha az angol terminológiát használom. Tehát egyrészt a szűk, vagy narrow AI, ami arról szól, hogy egy szűk területen old meg valamit az AI. Ugye a generic AI, ami az emberi jellegű intelligencia, amit talán mondjuk azt lehetne mondani, hogy beiratkozik az egyetemre, el tudja végezni, tehát egy teljesen emberi jellegű intelligencia. És érdemes megemlíteni még mondjuk a superhuman intelligenciát, ami ezen túlmutat. Ugye manapság sok kutató gondolja úgy, hogy ez is hamarosan elérhető. Azt hozzátenném, én nem bocsátkozok jóslatokban, mert az derült ki az elmúlt években, hogy az AI szakértőknek a jóslatai azok nem túl jók. Tehát így a 60-as években is azt gondolták, hogy hamarosan lesz emberi intelligencia, aztán nem lett. Utána sokan azt mondták, hogy például a Go játék, ami egy nagyon-nagyon nehéz játék, hogy azt a gépek soha nem fogják tudni játszani, aztán pár évre rá ez is megdőlt. Szóval nem biztos, hogy az AI szakértőknek a jóslatai azok jók ezen a területen. Itt most felsoroltam néhány területet, ahol az elmúlt években jelentős áttörés történt. Ezek közül számos területen a gépi modellek jobbak már, mint az emberi szakértők azon a területen. Számos területen megközelítik. A képfelismerés az egy ilyen dolog, ahol mondjuk mutatunk egy képet a gépnek, és meg tudja mondani, hogy mit ábrázol a kép. Az arcfelismerés az megint egy olyan dolog, amiről azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon emberi, hogy az ember nagyon jó az arcfelismerésben, aztán kiderült, hogy a gépek jobbak tudnak ebben is lenni. Különböző teszteken lehet összehasonlítani a gépek és az emberek teljesítményét, és itt bizony mondjuk másfél éve körülbelül történt meg az, amikor arcfelismerésben a gépi modellek jobban teljesítenek, mint az ember. A beszédfelismerés az körülbelül most ott áll, ahol az emberi teljesítmény. Beszédszintézisben most már olyan gyakorlatilag tetszőleges ember hangján el lehet mondani különböző dolgokat, és nagyon nehéz megkülönböztetni. Vannak már olyan gépek, amik zenét tudnak szerezni, és tényleg ilyen zeneszerzői minősítést kaptak. Ugye az önvezető autókról sokat hallunk a hírekben. Itt csak egy gondolat, hogy nagyon nagy különbség van a különböző cégeknek a megoldásai között. Tehát mondjuk az Ubernek a modellje, nem tudom, 20 órát tud csak beavatkozás nélkül vezetni, míg mondjuk a Google autója az 9000 órát. Tehát itt nagyon nagy különbség van a különböző megoldások között. A Go-ról fogok egy kicsit részletesebben beszélni, mert ott a néhány hónapja történt egy nagyon komoly eredmény. És a gépi fordítás, itt egy picit megkockáztatok, egy jós lesz, szerintem ez egy-két éven belül nagyon nagy eredmények lesznek itt is. Jó, a mélytanulásról szeretnék beszélni, ugyanis a mélytanulás előtti időkben nagyon sok különböző AI paradigma versenyzett, és igazából különböző problémákkal különböző modelleket használtunk. Az elmúlt években a mélytanulás dominálni kezdte az AI, gyakorlatilag szinte összes területen a mélytanulás hozza az áttörést. Ezek a modellek gyakorlatilag, tehát mesterséges neuronhálókról beszélünk, amik az agynak egyszerűsített modelljei, valószínűleg nagyon jól megragadják ez a modell a lényegét. Majd a később a végén beszélek az emberi agy és ezeknek a modellek az összehasonlításáról. Itt egyelőre
ilyen feedforward neuron hálózatokat láttunk, ahol gyakorlatilag egy irányba terjed az információ, ami bal oldalról jobb oldalra, bal oldalt valamilyen inputot kap a rendszer, és a jobb oldalt valamilyen outputot. Az információ az elején nyers, mondjuk egy kép, ami egy kétdimenziós matrix színek, és aztán rétegről rétegre egyre absztraktabb információt jelennek meg, tehát mondjuk először a képen a modellek mondjuk vonalakat, köröket, egyszerűbb objektumokat ismernek fel, aztán a következő szinten ezeknek a relációi, és így tovább. Tipikusan ugye mi cégünk iparban alkalmazunk ezeket a modelleket, körülbelül 50-150 rétegű modellek azok, amiket mi is használunk, tehát mondjuk 150 ilyen rétegen keresztül a pixelektől el tudunk odáig jutni, hogy zsiráf a legvégén, tehát az absztrakciós szint az egyre növekszik. Ez a sok összeköttetés a neuronok között, azok a súlyok, amik gyakorlatilag a modellnek a paraméterei. Egy ilyen modell, tehát a legnagyobb modellek néhány milliárd paraméterrel rendelkeznek már, amit majd a végén összehasonlítok, hogy vannak a paraméter számhoz, de amit mondjuk mi is használunk az iparban, mi videóanalitikával foglalkozunk, tehát videostreameken lévő információkat értjük meg, ott néhány tíz, néhány százmillió paraméteres modelleket kell elképzelni. Ezeket többféleképpen lehet ezeket a paramétereket kitalálni, tehát ugye itt most arról van szó, hogy 100 millió paramétert keresünk, hogy az a modell jó legyen. Ezt adatokkal lehet tanítani, nagyon sok tanító mintát adunk a hálózatnak, input-output párokat, és megmondjuk, hogy erre az inputra ezt az outputot kell adni, és ez alapján egy picit módosítsa a súlyokat úgy, hogy jobb legyen ez a predikció. Ez egy nagyon régi modell, de ez az, ami manapság is széles körben elterjedt, és nagyon jól működik. Az derült ki, hogy kicsit előreugrok, hogy a deep learning vagy mély tanulási modellek abban különböznek a klasszikus egyéb modellektől, hogy képesek javulni, hogyha több adatot nekünk adunk a modelleknek, méghozzá szinte a végtelenségére, majd mutatok egy példát, hogy a Go-nál mi történt. Tehát egyszerűen, hogyha adatunk van, akkor ezek a modellek tanulni képesek. Ha nagyon sok az adatunk, adunk neki nagyobb modellt, és még jobb eredményeket érünk el. Tehát itt valójában a Big Data is hozott egy áttörést. Itt tulajdonképpen azt mondanám, hogy ehhez a három dolog volt szükséges, az, hogy legyen adatunk, nagyon-nagyon sok adat. Majd például nekünk is van az felismerő modellünk, ezt ilyen 10-20 millió arcképen tanítjuk, de még jóval nagyobb számokat is el lehet itt képzelni. Nyilván a gépek sebessége kellett ahhoz, hogy ne csak módicka modelleket, hanem nagyobb modelleket is lehessen tanulni. Az új algoritmusok kérdőjel igazándiból, ez egy vita, valójában, ha visszamegyünk a 20 évvel ezelőtti algoritmusok is, valószínűleg nagyon jól működnének a mostani gépeken és a mostani adatokkal. Persze nagyon sok újdonság van, de ezek inkább ilyen apró dolgok. Ez egy vitatott kérdés, kicsit visszamegyek ide. Van egy olyan probléma, hogy ugye ezekbe a hálózatoknak a belsőbe, ha belenézünk, akkor valami értjük-e, hogy mi van benne, és azzal jut, hogy egy kicsit hasonló a probléma, mint az agyhoz, hogy van egy működő rendszerük, és nehéz megérteni. Itt attól, hogy ezt mi építettük, ugyanezzel a probléma állunk szembe, hogy ugyanúgy nem értjük, hogy mi van a belsőbe, mivel hogy az adatok alapján készült, és hát ez egy külön ága most az AI-nak, hogy ezeket a neuronhálózatokat vizsgáljuk, hogy tulajdonképpen mi is történik bennük. Annak ellenére az eredményeket lehet használni, hogy nem tudjuk pontosan, hogy belül lesz, hogy is működik. Persze nyilván azért jobb a helyzet, mint az agynál, mert bárhol meg lehet mérni, hogy mi folyik benne, csak hát amikor mondjuk ilyen milliárdos paraméterekről beszélünk, akkor nehéz. Persze a vizualizációs eszközökkel lehet megközelíteni. Tehát ez egy érdekes probléma, hogy alkottunk olyan modelleket, amit megint nem értünk, hogy pontosan hogy is működnek. De működnek. Jó, néhány példa területet mondok, ahol történt áttörés. Például van egy olyan teszt, ahol van 1 millió kép, és van 1000 osztály, amiben különböző objektumok, állatok, ilyesmik vannak, és egyszerűen meg kell mondani, hogy a fotón mi van. Ez úgy egyszerűnek tűnik, de hogyha azt mondom, hogy mondjuk nagymaskafélékből többféle is van, amit az ember sem tud feltétlenül megkülönböztetni, mert olyan pici
dolog különbözteti meg őket. Tehát itt is ugye, tehát nem egy könnyű probléma. Itt a teszteket úgy végezték az emberekkel is, hogy az embernek is volt ideje tanulni ezeket az osztályokat, képeket nézni, és hát itt ezeken a teszten például 2015-től már jobbak ezek a deep learning modellek, mint az ember. És ez gyakorlatilag azóta is folyamatosan, szinte évről évre ez a hiba szinte feleződik. Most nem tudom a legutóbbi eredményeket, de egy éve még biztos, hogy ez így volt. Ezek a modellek jelenleg GPU-kon, grafikus kártyákon futnak. Ugye a grafikus kártyákat eredetileg arra tervezték, hogy modellekből képet alkosson, és aztán most kiderült, hogy ez fordítva is megy, tehát képből modelleket is tud nagyon jól alkotni. Ugye ez a masszív párhuzamosítási képességüket nagyon jól ki lehet használni ezekbe a modellekbe. Képfeldolgozásban gyakorlatilag ugyanazt a kis neuron hálózatot alkalmazom a kép különböző területein az elején, aztán ezek nyilván összeállnak a végén egyre magasabb absztrakciókká. Például egy olyan modell, ami képes felismerni, mondjuk az önvezető autókban tipikusan használják, hogy milyen objektumok vannak a környezetünkben. Ezek mondjuk egy modern grafikus kártyán, amit mondjuk a játékra vesz az ember, 1-2 millisekundum alatt képes feldolgozni egy HD-s képet. Tehát óriási információfeldolgozási sebessége van ezeknek a kártyáknak. Vagy akár megtalálni embereket óriási tömegben és az arcokat is felismerni. Egy picit elidőznék az AlphaZero, az AlphaZero-n. Ez a Google által, pontosabban a DeepMind nevű cég, amit a Google megvásároltnak az eredménye, ahol a deep learningre, tehát ráállítottak a Go problémára nagyon sok kutatót, és elhatározták, hogy ezt a legújabb deep learning eredményeket bevetve megpróbálják megnézni, hogy mit lehet elérni. Azt tudni kell, hogy a Go játékban, azt hiszem talán egy évvel vagy két évvel ezelőttig a gépek elég messze voltak a profi játékosoktól, és aztán egyszer csak jött az AlphaGo, és megverte a világbajnok Go játékost. És aztán nem állt meg, az az érdekes ebben, hogy nem állt meg ezen a szinten a Go AI, hanem tovább fejlődött, majd mindjárt mutatom, hogy hová jutott. Az AlphaZero AI azért emelném ki, mert ez egy picit talán a generic AI irányába is egy lépés, hiszen itt egy olyan algoritmusról van szó, ami a doménről semmit nem tud, csak a szabályokat. Tehát csak a szabályokat mutatjuk meg a gépnek, és onnantól mindent ő csinál. Gyakorlatilag önmagával játszik, játszmákat generál, majd ezekből a játszmákból tanul, és így hozza létre, így építi fel azt a domain tudást, ami egy ilyen adott játékban. Az is mutatja még jól, hogy ez egy általános modell, hogy a Google létrehozott egy annyira általánosította azt, hogy gyakorlatilag azt, hogy most Go-t játszik, sakkot, vagy valami más játékot, az csak egy a szabályok paraméterezése, teljesen ugyanazt a modellt használta mindegyik doménbe. Három játékra próbálták ki, nyilván valószínűleg több játékra is ugyanígy működne. Tehát egyszerűen paraméterként kapja a rendszer a játéknak a szabályait, és akkor onnantól működik a dolog. Belül valójában egy ilyen mély neuronhálózat működik, és itt igazándiból szerintem az áttörést azt hozta, hogy az elemző és az intuitív gondolkodásnak a kombinációja jött itt létre. Eddig ugye alapvetően ezekben a játékokban az elemző módszerek működtek. Itt most az elemző alatt azt értem, hogy játékfát építenek, és ez alapján és játékkiértékelő, heurisztikus játékkiértékelő függvény, és az alapján lép a gép, így működött a sakk. Az intuitív alatt azt értem, hogy most ezek a deep learning modellek képesek ránézni a játékállásra, és mondjuk egy millisekundum alatt meg tudják mondani, hogy mi a játékállás, vagy mit kell lépni. Egész konkrétan a legjobb modell az képes pusztán intuitív módba, tehát a fa építés nélkül csak ránéz a játékállásra, és olyat lép, ami mondjuk már megveri a legjobb emberi gójátékost, mindössze mondjuk egy millisekundumos gondolkodásra.
Tehát ennek a kettőnek a kombinációja az, ami most itt nagy áttörést hozott. Azt még megemlíteném, ami nagyon fontos, hogy maga a neuronhálózat ezekben a modellekben viszonylag pici. Tehát, hogyha mondjuk így az emberi agyhoz hasonlítjuk, vagy az élővilágban található neuronhálózatokhoz, akkor ez egy nagyon pici neuronhálózat, néhány millió paraméterrel rendelkezik, mégis képes ezekben a doménekben sakkó emberi játékokat képviselni. Tehát itt az derült ki, hogy sokkal inkább az adatok mennyisége az, ami számít, mint a modelleknek a nagysága. Hiszen amikor van adatunk, nagyon drága, jó minőségű adatokat készíteni. Ezekben a játékokban az a szép, hogy az önmagával való játszás során gyakorlatilag egységes mennyiségű mintát elő tud állítani, tehát nincsen olyan korlát, hogy ne lenne adat. Ez a kulcsa, hogy ugye az előbb is mutattam, hogyha növeljük az adat mennyiségét, ezek a modellek képesek tanulni, és itt végül is nincs korlát az adat mennyiség tekintetében, mert bármennyi adatot a játékokkal elő tudnak állítani. Néhány számadatot mondanék ezzel a kísérlettel kapcsolatban. A Google 5000 TPU, ez ilyen Tensor Processing Unit, ez nagyjából egy ilyen grafikus kártyának megfelelő. 5000 TPU-t használt arra, hogy játszmákat generáljon, ez az első generációs TPU-t, és 64 második generációs TPU-t arra, hogy ezekből tanuljon. Tehát két folyamat volt, az egyik az folyamatosan játszott a legújabb modellekkel, a másik folyamat pedig folyamatosan tanult ezekből. Tehát azért ez egy elég komoly infrastruktúra volt mögötte, de ezzel az infrastruktúrával mindössze nulláról 4 óra alatt képes volt a rendszer a legjobb sakkprogramot is megverni, az addig legjobb sakkprogramot is megverni, és 8 óra alatt pedig az addig legjobb Go-programot megverni, úgyhogy teljesen nulláról tanult ez az infrastruktúra. Ezt egyébként 20-40 millió játszmát kell elképzelni, ami alatt ezt elérte. Sajnos nem tudják ezt az erőforrást erre használni. Izgalmas kérdés lenne, hogyha ezt tovább folytatják ezt a kísérletet, akkor vajon tanul-e még. A Google-nek szüksége volt ezekre a gépekre már egyéb dolgokra, úgyhogy nem tudom, hogy azóta ez hogy áll. Csak egy érdekesség, itt az élő pontszámot lehet ábrázolni, mondjuk itt most a Go játékban látjuk az élő pontszámot különböző játékosok, nem biztos, hogy elolvasható. Az első oszlop a teljesen kezdő játékos, aki ismeri a szabályokat. Én is játszok, én vagyok a második, a harmadik oszlop az egy erős amatőr játékos. A negyedik oszlop az a világbajnok, 3500 élőponttal, aztán az első verziója ennek a programnak 3700-zal, és a jelenlegi verzió pedig 5100 élőponttal az AlphaGo. Itt azért érdemes azt megemlíteni, hogy gyakorlatilag egy közepes amatőr és a világbajnok között akkora különbség van, mint a világbajnok és az AlphaGo között. Tehát gyakorlatilag itt ugye mondjuk 5-10 évvel ezelőtt az AI kutatók azt mondták, hogy a Go-ba, és nagyon sokan azt mondták, hogy a Go-ba a gépek nem fognak labdából ülni, ehhez képest most. És hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol van ennek a vége, tehát hogy meddig tudnak még itt a gépek fejlődni ebben a játékban mondjuk. A sakkban valószínű ez már szaturál, úgy tűnik, hogy ott nincs ilyen emelkedés, tehát ott ilyen 3400 élőpont körül megállt ez. Az arcfelismerés az egy következő érdekes dolog. Ugye ezt a szeptember 11-i terrortámadás után ezt a témát elővették, és nagyon sok rettéren próbálták alkalmazni, akkor ez még egyáltalán nem működött, tehát teljesen használhatatlan volt. És aztán még évekig, gyakorlatilag egy-két éve van az a szint, ahol már nagyon-nagyon komolyan működik ez a technológia. Mi is fejlesztettünk ilyen technológiát, elég jól működik. Viszonylag pici arcméret, tehát 128x128-os pixeles arcméretből már szinte minden információ benne van ahhoz, hogy azonosítani lehessen egy embert. Mondjuk egy 4K-s kamerával akár 30 méterről is mondjuk kell hozzá egy háromszoros optikai zoom, ez működik. Mi nulláról fejlesztettünk minden ilyen modellt, ehhez 10 millió képet használtunk például, és mondjuk 4 nap alatt lehet egy ilyen modellt betanítani. Ez csak egy érdekesség, első fázisa a modellünknek az, hogy normalizálja a képet. Ez azért érdekes, mert mi nem mondtuk meg neki, hogy ezt középre kell forgatni, hanem az volt a feladat, hogy találja ki azt a projektív transformációt, ami legjobban segíti a felismerést, és az itt
gyakorlatilag a képnek a normál beforgatása és a megfelelő kivágása az, amit megtanult. Nyilván, hogyha a hajból túl sokat vesz be, az csak zaj, hogyha meg kell tanálni azt az optimális kivágást, ami a legjobb jelzaj arány ebben a problémában. Ez egy kérdés, hogy felismerje valaki a fiatalembert, beugratós kérdés, ez egy szintetizált kép, az úgynevezett GANok, ez a Generative Adversarial Network modellek, képesek létrehozni nagyon nagy felbontású, teljesen fotorealisztikus képeket. Ezek úgy működnek, hogy két neuronhálózat egymással versengve tanul. Az egyik neuronhálózat feladata, hogy generáljon arcképeket, a másik feladata pedig, hogy meg tudja különböztetni a valós és a generált arcképeket. És ez a két modellt, hogyha elengedjük, akkor ezek egymással versengve tanulnak. A vége az lesz, hogy a discriminative network, aminek az a célja, hogy meg tudja különböztetni, az végül is eljut odáig, nem tudja megkülönböztetni, és a generatív modellből pedig ilyen képek esnek ki. Hát ugye ennek itt a következményeiről lehet gondolkodni sokat, de ilyet tudnak már ezek a modellek. Mutatnék egy üzleti alkalmazást is. Mi például a Budapest Airporton nemrégiben indítottunk el az arcfelismerésen alapuló modellünket, amit arra használunk, hogy az emberek mozgását tudjuk követni. Ez több reptér is működik ilyen rendszer. Mi konkrétan a paszport kontroll részen mérjük a sorbanási időket nagyon pontosan. Tehát például, amikor bejön egy gép, akkor ez minden egyes pötty az egy embernek a sorbanállási mért ideje. Itt most azt látjuk, a X-tengelyen a kilépés ideje, az Y-tengelyen pedig a várakozási idő 20 percig megy fel. Itt gyakorlatilag két csoport érkezett két perc eltéréssel. Tehát az arcfelismerő rendszer nagyon pontos adatokat tud szolgáltatni például ilyen esetekben. Egy picit még az emberi és a gépe intelligenciának az összehasonlításáról. Ugye itt látjuk, hogy számos területen jobbak tudnak lenni a gépek. Miért lehet ez? Egyrészt az embernek vannak erős korlátai, például energia és időkorlát. Tehát mondok egy példát, hogyha az ember mondjuk arcfelismerést tanul, vagy gózni tanul, akkor véges sok gólyátszmát tud az élete során játszani, vagy véges sok emberi arcot tud látni, sőt ez nagyon pici szám ahhoz képest mondjuk, amit a gépek tudnak. Tehát a gépeknek nincsen ilyen idő és energia korlátjuk. Ezért nagyon-nagyon sok óriási adathalmazokat tudunk mutatni, olyanokat, amit az ember nem tudna látni. És ez egy fontos konklúzió, hogy valójában tényleg az adatok mennyisége úgy tűnik az, ami jobban számít, mint a modelleknek a nagysága. Tehát viszonylag pici modellek is embernél jobb teljesítményt tudnak adni. Hát sok dolog van, amit nyilván nem tud a gép. Ez egy nagy kérdés, hogy ez az általános AI, generic AI, ez lesz-e, mikor lesz, nem lesz. Csak egy példát említenik, ami az ember, ugye, amit a gépek nem nagyon tudnak, még a nagyon kevés mintából tanulni, tehát az ember képes néhány vagy akár egy mintából is tanulni. Amiket bemutattam, modellek, azok mind úgy működnek, hogy óriási adathalmazokat kell adni, hogy működni tudjanak. Ennyit akartam röviden elmondani, köszönöm szépen. Esetleg kérdésemet.